kezemben egy ideérésű, friss kukoricacsövet szorongatok, nem véletlenül. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokféle módon lehet ezt a nagyszerű, ősidők óta az egyik leghatékonyabb ponttyicsemegét feldolgozni és horgászatra is alkalmassá tenni. Ma a kukorica lesz a középpontban. Haldurádok kínálatában két új adalékanyag jelent meg. Az egyik a hidegen sajtolt kukoricacsirapelet, míg a másik a Gold Corn Cream Fantázia nevű termékünk. Érdemes néhány szót szólni arról, hogy miként készülnek ezek a nagyszerű termékek. Az utóbbi időben az egészséges táplálkozásra mind többen megpróbálnak odafigyelni, köszönhetően a média kiemelt figyelmének. Így például a sütés-főzés során használt egészségtelen disznózsírt vagy hagyományos napraforgó étolajat egészségesebbre cserélni. Ennek egyik alternatívája a hidegen sajtolt kukoricacsíra étolaj, amely étkezési kukoricából, pontosabban annak csírájából készül. Mi is az a kukoricacsíra? Érdemes erről néhány szót szólni. Ez nem más, mint a kukoricaszem legértékesebb része, ami a később felnövekvő kukorica növényke induló csomagját tartalmazza. Ez itt a kukorica végén található, amelyet egyedi eljárással eltávolítanak, és ez képez az alapját az itt bemutatott termékeknek is. Nézd csak a balost! Kereső horgászat első hala. Nem is kellett túl sokat várni rá. Az órámra pillantva 18 perc telt el az első bedobástól számítva. És nem is tűnik ráadásul rossz halnak. Nem adja magát könnyen. Jó hal. Aha. Nem véletlen. Íme a nap első hala. Miért szereti a ponty a kukoricacsírát, vagy a kukoricacsírából készült készítményeket? Pontosítanám a kérdést. Miért szereti ezt jobban, mint bármilyen más kukoricából készült készítményt? A válasz magában a kukoricacsírában azok összetevői között keresendő. Ez egy olyan magas energiatartalmú táplálékforrás, amelyhez a halak természetes körülmények közepette nagyon ritkán juthatnak hozzá. Emellett számos eszenciális aminósav és telített és telítetlen zsírsav korlátlan tárházát biztosítja. Ezeket a halak messziről megérzik, és ösztönösen minél közelebb próbálnak ehhez a táplálékforráshoz jutni, és abból a lehető legtöbbet elfogyasztani. Amit tapasztaltunk, és egyértelműen biztosan állítható, hogyha a kukoricacsíra pelettel vagy annak bármilyen kivonatával etetünk, sokkal, de sokkal több kapást tudunk elérni, mint a sima szemes kukoricával etetnénk. De ami ettől talán sokkal fontosabb, nem csak, hogy több kapást tudunk elérni, hanem a halak az eredésen sokkal tovább ott tarthatók. Ó, meg se lehet hájtani. Úgy nyargal.
hihetetlen jól megdolgoztatják a halak ezt a kis botot. De méltó ellenfelükre találtak. Tökéletesen teszi a dolgát. Na köszi! Működik ez a technika, jó horgásznapnak nézek elébe. A kukoricacsíra feldolgozásnak maradt még egy kardinális kérdése, hogy hogyan nyerik ki annak legértékesebb összetevőjét, a kukoricacsíra étolajat. Kizárólag a hidegen sajtolással biztosítható, hogy a kukoricacsíra legértékesebb összetevői ne hevüljenek fel, ne sérüljenek, és azok mindvégig benne maradjanak az étolajba. A gyártási folyamat végén két hasznos melléktermék marad, az egyik a hidegen sajtolt kukoricacsíra pelet, míg a másik pedig a gold corn krém. Ez utóbbi az étolajban lerakódó apró finom szemcsékből képződő üledék, ami a tartály alján található, ez garantáltan a kukoricacsíra pelet legértékesebb összetevőjét tartalmazza. E két termék bevált használati tippeit szeretném a következő percekben bemutatni. Hoppá, majd elvitt a másikat is. Megérkezett a kinti etetésre is a hal. Ez már a kukoricapeletes etetésen, a part szélében akadt horogra. Semmit sem bízott a véletlenre, egyértelműen jelezte, hogy kell neki a finom falat. Majd elvitt a botomat. Pedig a féket lazára állítottam, pont azért, hogy nehogy véletlen meglepjenek. Imádok az akasztói horgászparkban horgászni, mert a halak annak ellenére, hogy nagyon kifinomultak, hiszen nagyon-nagyon nyomás a vizen, minden áldott nap nagyon sokan horgásznak rajta. Azért a finomságokra levők nagyon kíváncsiak, és hogyha sikerült eltalálni a halaknak az ízlését, akkor fantasztikus horgászélményben lehet részünk, és nem hétköznapi halakat terelhetünk szágba. Ez is kihozza 2,70 méteres botomból a maximumot. Imádom ezt a kis botot, mert bármilyen szűk nádi nyiladékban könnyedén használható, de ugyanakkor meg felveszi a harcot a legnagyobb, legerősebb hallal is. Komoly példány van most is a horgomon. A hal biztonsága érdekében ez már egy nagyobb méretű merítőfej kell. Nagy, hatalmas, sárga, farokuszonyú, hogy kicsap. Fantasztikus látvány. És szárban. Szárban van a szép bogyka. Ez igen. Kicsi szakáll nélkül horog, éppen csak a hal szája szélébe akadt. Mégis milyen jól tartott. Hibátlan. Ez igen. Hát ezek azok a gyönyörű halak, amiért szeretek ide járni. Csodálatos. Gyönyörű szép színekben pompázik. A hidegen sajtolt kukoricacsíra pelet az egyik leghatékonyabb peletfajta a ponthorgászatok során. Nagyon könnyű használni, nagyon könnyű vele etetni. Ennek számos bevált módja van. A legegyszerűbb, amikor megfogjuk, kézzel bedobjuk, csúszva belőjük, esetleg pévia hálóba töltve a horogra akasztjuk, vagy bármilyen más módon az eretés helyére bejuttathatjuk. Vízbe kerülve azonnal elkezd dolgozni, és a víz hőfokától függően 30, maximum 60 perc alatt fel is oldódik. Oldódás közben egy fehér, sejtelmes felhőt képez, amely tovább fokozza az eretésre érkező halak kíváncsiságát. Hideg vízben is eredményesen használható, hiszen mivel jól oldódik, és egy könnyen emészhető táplálékforrásról van szó, nehéz vele a halakat túletetni. Az etetés mellett remekül használható csalizása is. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy egy szilikon karikába bújtatjuk. Ezt a szilikon karikát akaszthatjuk a horogöblébe is, tehát itt simán bele tudtam volna akasztani a horogöblébe is. Viszont azt tapasztaltam, hogy ebben az esetben nagyobb méretű horogra van szükség, amely már lényegesen kevesebb kapást eredményez,
hiszen hogyha erre a kisméretű horogra akasztanám rá, akkor olyan módon kitakarná a horgot, a horog öblét, amely gátolná a biztos akadást. Így hajszerelőkére kötve egy kisméretű horoggal is könnyedén használható, szinte 100%-os akadás mellett. Ha ezzel a pelettel letetünk, mindenképpen érdemes csaliként is megpróbálni. Ezt teszem most én is. Ehhez egy rendkívül egyszerű, mikroólomklipszes gurú végszeléket használok, amely kifejezetten a finom féder horgászathoz van kifejlesztve, azonban minden jól látszik, itt nincs rajta etetőkosár, egy picike kis ólom van a végszeléken. Ez pont elegendő ahhoz, hogy a zsinort meg tudjam feszíteni, és halakat meg tudjam akasztani. Ezt a sekély vízben is szinte hangtanul lehet bejuttatni, minimális lottyanó hangja van neki. A végszelék bejuttatása után rádobok egy-két marék etetőpeletet, és hogyha itt vannak a környékben a halak, akkor azt egyértelműen túrásukkal jelzik. Ez egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb módszer, amely kifejezetten előnyös az ilyen kis tavak horgászata során. Alig néhány perce szórtam be az etetőpeleteket, és már is a buborékok megjelentek. Tehát a halak egyértelműen itt vannak a környéken. És tetszik nekik a bevetett finomság. A kukorica csíra pelet másik eredményes felhasználási módja, amikor etetőanyagot készítünk belőle. Ezt nagyon egyszerűen elvégezhetjük, nem kell mást ehhez tenni, mint termindarálón a peleteket ledarálni. Ekkor egy homogén, közepes szemcseméretű alap etetőanyagot kapunk, amely így natúran, ízesítés nélkül is bevethető, vagy pedig tetszés szerinti bevált aromákkal tovább ízesíthető. Így néz ki a peletgranulátum, míg mellette az ebből készült őrlemény. A másik végszerékemen található etetőkosárba ezt töltöm, és ezzel végzek a szemben lévő nádfal előtt keresőhorgászatot. Milyen óvatos kapása volt neki, nem úszta egyből. Szinte mintha ízlelgette volna először a kukoricapeletet, majd amikor megérezte, hogy finom, felszívta és már ment is vele. Szinte hihetetlen, hogy az igazán nagy pontyok itt vannak a lábunk előtt. Jó halnak így érkezik, ám ez is még egyszer sem tudtam felhozni, miközben hatalmas burványokat csinál, és felkavarta az aljzaton lévő finom szemcséket. Hú, most láttam meg először. Ez se lesz bébi ponty. Csak a sziluettjét látta meg a hatalmas farokuszonyát, de ez garantáltan 10 fölötti. Aj, ott van! Most vagy soha! És megvan! Ekkora potyó! Fú, de csoda szép meg! Ez igen. Ez nagyobb, mint gondoltam. Ez nagy küzdelem volt. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez a kicsi horog, szájszélbe akadva, mégis milyen jól megtartotta. Sajnos a szilikonkarika a fárasztás hevében már leszakadt róla, de ettől a jobb a jó, hogy soha ne legyen. Gyönyörű szép hal, tökéletes visszaigazolása a módszernek, part mellől, szinte láb alól 10 kg feletti ponty.
A másik újdonság a Gold Corn krém, amely stílszerűen lehetne akár a horgászok vagy a pontyok aranya is. Ez a különleges adalékanyag garantáltan 100%-ban természetes összetevőket tartalmaz, és az avasodását, illetve a megromlását a tetején található kukoricaolaj gátolja meg. Ezt használva vétel előtt egyébként mindig leszoktam önteni róla. Azért nem öntöm ki ezt a kukoricaolajat, és teszem félre, mert a horgászat befejezése után, hogyha nem fogyott el az üveg teljes tartalma, akkor ezt visszaöntöm rá, ezzel is tulajdonképpen visszahelyezve azt a védő réteget, amely meggátolja a későbbi romlását ennek a kiváló anyagnak. Ahhoz, hogy az üveg tartalmához hozzáférjünk, mindenképpen szükségünk van egy kis kanálra. Ekkor szembesülünk vele, hogy egy nagyon kemény, összetömörölt massza van az üveg belsejében, amelyet kézzel igen nehéz lenne kivenni, de egy kis kanál segítségével ez viszonylag könnyedén megoldható. Ha sikerült az üvegcséből kipajszerolni ezt az összetömörölt masszát, akkor joggal jön a kérdés, milyen módon lehet ezt eredményesen használni. Az első és legegyszerűbb felhasználási módja, amikor hozzákeverjük az általunk kiválasztott etetőanyaghoz, amely lehet akár halas jellegű is, ekkor egy garantáltan különleges ízhatást tudunk létrehozni. 1 kg száraz eretőanyaghoz egy evőkanállal javasolt hozzátenni, ennek már a hatása, ennek már az íze egyértelműen jelentkezik a keverékben, azonban a egyenletes, homogén elkeverést a legegyszerűbb módon úgy tudjuk megtenni, hogyha előtte az eretőanyag bekeveréséhez használt vízbe ezt feloldjuk. Nagyon szépen, könnyedén elkeverhető és feloldható benne, amely egy újabb, intenzív felhősítést is eredményez. A másik eredményes felhasználási módja a bojli készítés során jelentkezik, amikor bojlis adalékanyagként, főként a szénhidrátos bojlikat tudjuk vele jelentős mértékben felturbózni, az ízhatásukat még tovább növelni. A legkülönlegesebb felhasználási módja azonban az, amikor ebből csalit készítünk. A látszólag tömör, ragadós anyag a tenyerünkbe helyezve egyértelmű válik, hogy mégsem olyan kötött, mégsem annyira tömör. Könnyedén szétmorzsolható és ilyen darabkákra szedhető. A kukorica vagy annak származékai egyébként köztudott, hogy nem ragasztanak, nem tapadnak, ellentétben például a buzával, rozsra vagy árpával, amelyek csirizesre képesek bármilyen keveréket azonnal megkötni. Amikor így szétmorzsoltuk a tenyerünkben, szétlapítottuk a kanál tartalmát, akkor hozzá kell tennünk kedvenc arománkat. Én előszeretettel használom ehhez a haldorádó fluoflavor aromákat. Az 5 különböző ízváltozat közül a vörös gyümölcsöt választom most, és ebből öntök egy kevéskét a kukoricakrémre. Majd ezt elkezdem gyurmázni. Nagyon fontos, hogy akkor lesz jó az állaga, amikor már nem tapad a kezünkhöz, illetve az a porhanyós, széthulló állaga is teljes egészében elvész. A fluoflavor aromák glükóz, azaz gyümölcs szirup bázisúak, amelyek enyhén édeskés ízt és egy jól tapadó állagot biztosítanak például ennek a gyurmának is, amelynek köszönhetően egy könnyen gyurmázható és egy gyors oldódású csali gyurmát kapunk végeredményként. Íme a végeredmény, egy igazán ízes, illatos, aromás falat, amelynek nem tudnak ellenállni a pontyok. A mai nap egyik feladat egyébként az lesz, hogy megtaláljam, hogy melyik az az aroma, amelyet megörülnek a halak, ugyanis hogyha sikerült eltalálni, mint hogy az eddigi kísérletek és tapasztalatok mutatják, nagyon rövid időn belül kapást tudunk vele kicsikarni. Ha elkészült ez az ízes, színes csali gyurma, akkor nincs más teendő, mint ezt ügyesen vízbe juttatni és a halaknak megfelelő módon tálalni. Ennek a legegyszerűbb módja az a kis rugó, az a kis spirál, amelyet a hajszálőkén végére kötöttem. Többféle cég termékét kipróbáltam már, hiszen nagyon sok gyártó készít különböző pasztakosarat, de nekem egyértelműen a Stonefo terméke vált be, és ebből is a 3-as számú. Ebbe lehet úgy belegyúrni ezt a kis pasztát, hogy viszonylag sokáig benne is marad, és ami ettől sokkal fontosabb, hogy távoli lendületes dobások során is könnyedén a kívánt helyre juttatható. Egy pici formázás után megkapjuk a tökéletes alakzatot. Ez egy ilyen kis bojligolyó formájú gyurma lett,
amelyhez látszólag ez a 12-es Gardner mugga túlságosan kicsinek tűnhet, de a sok-sok horgászat után az is egyértelműen bebizonyosodott, hogy a nagyobb méretű horgokkal töredéke kapást tudunk elérni. Valószínűleg ennek az oka az, hogy a spirál és a horog együttes súlya már az óvatos pontyoknak sok lenne. Ezért a lehető legkisebb méretű horgot használjuk, és mégsem kell attól tartani, hogy azok esetleg nem akadnának jól. A csali bevetésre kész, már csak a kosárba kell elektronyagot gyúrni, és folytatódhat a horgászat. Itt van pont a pasztás. A horgászatot azzal kezdtem, hogy a mai nap folyamán ki kell találni, hogy melyik az az aroma, amelyre leginkább mozdulnak, melyik az a paszta, milyen ízesítése az a paszta, amelyet tulajdonképpen pontyot tudok fogni. Hát a mai napra ez eléggé leegyszerűsödött, és nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen egy olyan íz van, amelyel egyáltalán kapást tudtam kicsikarni. Ez nem más, mint az ördögűző fantázia nevű fokhagyma mandula ízesítésű aromakeverékünk. Az összes hal a mai nap folyamán, amit ezzel a végszerékkel fogtam a keresőhorgászat során a nádfal előtt, az kivétel nélkül mind ezzel az ízesítésű pasztával fogtam. Itt van a kis kosárka. A tartalma természetesen már kiürült, kioldódott, ahol pedig megette. Úgy vélem, hogy Magyarországon a pasztás fédrezésnek eddig nem voltak túl komoly hagyományai, hiszen nem tudtunk eddig olyan alternatív, könnyen megvalósítható ötletet kínálni, amelyel akár kedvenc halunk, a ponty is megfogható lett volna. Bízom benne, hogy az itt bemutatott ötletek között találnak olyat, amelyet a hétköznapi horgászataik során is eredménnyel tudnak hasznosítani.